Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makkói Városi Televízió 18 órai hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! 5. születésnapját ünnepli a József Attila Városi Könyvtár. Makó újjátelepítésének 325 éves jubileumát több napos rendezvénysorozattal ünnepelték meg. 190 újszülöttnek ültetett 2022-ben babafát az önkormányzat. 5 évvel ezelőtt adták a Makovec Imre tervei alapján készült új József Attila Városi Könyvtárat, amely a mostani évfordulót két napos rendezvénysorozattal ünnepli. Ennek alkalmából két emlékcserjét ültettek az épület elé, és átadták a korábbi igazgatók emlékfalát. Az ünnepségen Farkas Éva Erzsébet hangsúlyozta, bár az internetvilága sok mindent megváltoztatott, a mai napig, ha fejlődni és tájékozódni szeretnénk, mindannyian ugyanahoz a ponthoz, az olvasáshoz térünk vissza. A makói óvodások vidám flashmobjával kezdődött meg a József Attila Városi Könyvtár 5. születésnapjának rendezvénysorozata. Az ünnepségen Farkas Éva Erzsébet polgármester arra is felhívta a figyelmet. Sokan és sokat gondolkodtak már arról, mely találmány lehetett a legnagyobb hatással az emberiségre, hiszen sok dologról lehet elmondani, hogy hatékonyabbá tette az életünket. Mégiscsak egy valami van, ami minden mai tudásunkat összeköt, és ez nem más, mint amit a mai napon is ünneplünk, ez az írásnak a tudománya. Az olvasáshoz fordul ugyanis mindenki, aki valamit tudni szeretne. Ez az első lépés. Ebben az egyben nincs különbség. Sem Galamb József, sem Pulitzer József, sem József Attila, vagy éppen Makovec Imre között. Bármilyen különbözőek is vagyunk, ha fejlődni szeretnénk, jobbá, tájékozottabbá válni, tudásunkkal közösségeinket gyarapítani, mindannyian ugyanahhoz a ponthoz találunk vissza újra és újra. Az évfordulóra a könyvtár előtti téren két emlékcserjét is elültettek. Az egyik az 5. születésnapot jelképezi, a másik pedig a könyvtárosok fája nevet kapta. Az épületen belül pedig az intézmény korábbi igazgatóinak emlékfalát adták át. A 4 fotón látható könyvtárigazgatók közül 3 már nincsenek velünk. Domokos László, Laci bácsi itt van, és örülünk, hogy itt van velünk, és nagy tisztelettel avatjuk fel a róluk készült portrékat. Itt vannak velünk, fontos az ő munkájuk, amit előttünk elvégeztek, mert én azt gondolom, hogy ma nem lenne könyvtár, hogyha az elődeink nem olyan magas szakmai színvonalon dolgoztak volna, ahogy tették a dolgukat. Domokos László 1970-től egészen 1993-ig volt a József Attila könyvtár igazgatója. Mint mondta, abban a szerencsében van része, hogy az intézmény 3 korszakát is megélte. Én azt kívánom az elődöknek a nevében, és talán Makovec Imre nevében is, hogy szeressék, használják ezt a gyönyörű épületet, és legyen ez az épület a város szellemi életének egyik fontos központja. A könyvtár születésnapi ünnepi rendezvény sorozata holnap is folytatódik majd, minden korosztálynak szóló programokkal. Pénteken ünnepélyesen is megnyitotta Farkas Éva Erzsébet polgármester a városnapi ünnepség sorozatot Nagy Gáborral, a Makkói Térsége Turisztikai Egyesület elnökével és Molnár Viktorral, a Marosmenti Vállalkozók Szövetsége elnökségi tagjával. A 325 éves jubileumi évfordulóra számos színes programmal és koncerttel, valamint kikapcsolódási lehetőséggel készültek a makkóiaknak és a városunkba térőknek. A hagyományokhoz híven minden év májusában ünnepli Makó városa az újjátelepülésének évfordulóját. Idén a 325 éves jubileum apropóján számos színes programmal és kikapcsolódási lehetőséggel készültek a szervezők és a városvezetés. Már csütörtökön ünnepélyes keretek között adták át a Makó városért emlékplakettet és Makó város emlékérmedélyakat. Pénteken délután ünnepélyesen is megnyitották a könnyűzenei programok sorát a főtéren felállított színpadon. Farkas Éva
Jóva Erzsébet polgármester kiemelten ejtett szót a rendezvényről. Jubileumi városnapi rendezvénysorozattal készültünk. Különleges, nagyon sok-sok hagyományos elemmel az elmúlt évekhez hasonlóan, hiszen az a kézműves vásár, az a kavalkád, vásári kavalkád, ami az elmúlt éveket is jellemezte, az szintén ebben az évben is megtekinthető, és természetesen jókat lehet majd együtt sétálni, különleges gasztronómiai eseményekkel, zenei eseményekkel, kulturális eseményekkel szeretnénk kedveskedni most a hosszú hétvégén ideérkezők számára. Valóban fontos számunkra az is, hogy a makóiaknak óriási teret adjunk ezeken a fesztivál programokon. Hozzátette, a programokkal teli hosszú hétvégére ellátogatott 5 magyar ajkú testvérvárosi delegáció is. A 25 éves Marosmenti Vállalkozók Szövetsége csatlakozott a városnapi rendezvényhez, amelyről részletesen Molnár Viktor alelnök számolt be. Azt gondolom, hogy ez a városnapi rendezvénysorozat egy újabb állomása a városvezetés és a szakmai civil szervezetek stratégiai együttműködésének. Nagyon szépen köszönjük ezt az együttműködést, nagyszerű dolog, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvénynek a részesei lehetünk. Nagy Gábor, a Makói Térsége Turisztikai Egyesület elnöke kiemelten ejtett szót arról, hogy szakmai berkekben arról szoktak beszélni, hogy ahány fedett kapacitása van egy fürdőnek, annyi ágyszám elkél a városba, ami megtölthető. Az új fürdővel kiegészülve a hagymatikum befogadó képessége olyan 2-3 ezerre tehető, és a városban körülbelül 1100 ágy van, emelte ki Nagy Gábor. Erre a hétvégére körülbelül mindenki meg is tehet. Tehát válaszolva a kérdésre, az elmúlt év felfokozott programjainak és a fürdő átadásának köszönhetően és a sok beletett energiának és munkának a város részéről is és a turisztikai vállalkozók részéről is elkezd megjönni az eredménye, és merem állítani, hogy a mostani számok az a szakmai békeidőket, a 19-es számokat elkezdik tükrözni. Én ezt hallom másoktól is, én is, mint szállásadó ezt tapasztalom. Tehát, mint turisztikával foglalkozó vállalkozó, azt mondom, hogy én merek bátran előrefele nézni, mert jó lesz, én úgy gondolom ezek után. A megnyitót követően pedig tovább folytatódott az események sora. Farkas Éva Erzsébet polgármester, Csermák Szilvia, zöldváros tanácsnokkal együtt adták át a Virágos Makkóért környezetszépítő verseny idei díjazottjainak az elismerő okleveleket és ajándékokat. Hosszabb tudósításunkat a keddi híradóban láthatják. A pénteki nap további eseményekben és programokban volt gazdag. Többek között fellépett Luigi, a Hangover Sand Soper. Az este sztárvendége volt a tankcsapda. Városnap alkalmából pénteken kezdetét vette a könnyű zenei koncertek sora a főtéren felállított nagy színpadon. Többek között fellépett a makói származású Luigi, valamint a Hangover Sand Soper csapata. A főteret az este folyamán a tankcsapda töltötte meg, és a koncertjük igazán nagyot szólt. A megnyitót követően a délután a koncertekről szólt. Többek között fellépett a makói gyökerekkel rendelkező énekes Luigi, aki mindig örömmel tér vissza szülővárosába. Édesapjával, idősebb Kócé Lajossal lépett színpadra. A művész örömmel osztotta meg, hogy milyen érzés volt a marosparti városban énekelni. Mindig ez egy nagy öröm, hogyha itthon lehetek, hiszen én nem felejtettem el, hogy honnan jöttem. Tehát a rengeteg biztatást és a sok tapsot, azt a szeretetet, amit kaptam, azt tudtam magammal vinni, és abból építkeztem. Így ezért mindig hálás vagyok, hogyha Makón lehetek, és a makói közönséget tudom szórakoztatni. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a meghívást, és borzasztó jó érzés. Tehát meg is köszöntem többször, hiszen több díjat is átvettem tavaly, és úgy érzem, hogy ha nem segített volna a makói közönség, akkor most nem lennék itt, ahol vagyok. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. A Luigi dalok mellől nem hiányozhattak a Zambó Jimmy szerzemények sem. A makói énekest felváltotta a színpadon a rock-metal műfajt játszó együttes tagjai, a Hangover Sand Sober. A frontember Kadácsi Árpád örömmel számolt be a zenei repertoárról és a dalszerzésről. Úgymond a nagy lemezünket, ugye a Nincsenek mesék albumnak a számait hoztuk el, valamint készültünk a második készülődő új albumunkról egy pár újdonsággal is. A dalszerzés az nálunk úgy működött, hogy igazából mindenképp picit belerakott a saját tudásához mérte, de alapesetben úgy nézzük, akkor Urban csak Marcia a dalszövegírónk, tehát a dalötletek vagy a szövegötletek azok tőle jöttek. Ugye a dallamos
megvalósítása ugye az a Németh Gábornak, ugye, mint ritmusgitárosunk, vagy éppen a Szilvi Tomié, a szólógitárosunk. Attól függében, hogy kinek milyen ötlet kapcsolódik az adott dalszöveghez hozzá. A Tankcsapda előtt zenélt a makói zenekar, akik megalapozták a jó hangulatot. Stábunk kíváncsi volt, és megkérdeztünk egy fiatalt és egy idősebb zenerajongót, hogy milyen koncert vonzott a városunkba. Hát én nagyon sok Tankcsapda koncertre járok, nem csak ide Makóra, hanem a nagyon sok helyre. És most itt van Bódmezővásárhely mellett lakok, és akkor ide jöttem. Miért szereti és mióta szereti a Tankcsapdát? 1990-ben voltam a első koncertemem, és azóta velük vagyunk. Összes játékos neve. Lukás Laci. Miért szereti a Tankcsapdát? Nekem ők a minden. A Tankcsapda koncert kedvenc zenekarom. Miért ők a kedvenced? Nagyon tetszik a zene, a faljuk, meg ahogy énekelnek. Nagyon szeretem őket. Melyik a kedvenc dalod? Alapjában nincsen kedvenc, mert mindegyik az. Estére teljesen megtelt a főtér, és a pénteki nap sztár fellépőit várta a nagy tömeg. Stábunknak a koncertet megelőzően adott interjút a csapat mindhárom tagja. Lukács Lászlót az elmúlt 35 évről kérdeztük, valamint arról, hogy mi lehet a sikerük titka. Azt gondolom, hogy egész egyszerűen csak az, hogy az emberek hosszú távon, már pedig 35 évet nyugodtan lehet hosszú távnak nevezni, hiszen a zenekar ebben az évben 35 éves. Azt gondolom, hogy hosszú távon az emberek érzik azt, meg tudják azt, hogyha valami valóságos, valami igaz, valami olyan, mint amilyen is. Azt gondolom, a Tankcsapdára ez jellemző, hogy mi olyanok vagyunk, mint amilyenek, soha nem próbáltuk magunkat se szebbé, se csúnyábbá vagy mutatni, mint amilyenek vagyunk. Egész egyszerűen csak szeretjük csinálni azt, amit csinálunk, és az emberek ezt szeretik. Tamás Dobos kiemelte, hogy mi ad számukra minden alkalommal erőt és inspirációt. Mind a hármunk a gyermekkorunknak az álmait éli, úgyhogy alapjában véve minden, ami történik velünk, vagy a világban, vagy bárban, ebben a pillanatban is minden magunkba szívunk, úgyhogy mi az a zenekar vagyunk mind a hárman, aki a gyerekkori álmát oda tudta váltani, úgyhogy teljes alázattal azon vagyunk, hogy minél erősebben és minél jobban működjön ez a gépezet, úgyhogy nem hiszem, hogy keresni kell azt az alkalmat, hogy inspirálódjunk, hiszen maga az az élmény, hogy például akár itt is vagyunk, az már egy olyan inspirációt adhat bármire, hogy ez a következő 35 évben is tovább ugyanilyen elánnal csináljuk. Sidlovics Gábor pedig az alkotási folyamatról beszélt, és arról, hogy kinek mi a szerepe a csapaton belül. Igazából a legtöbb dolgot igyekszünk mi magunk megoldani, egészen a különböző promóciós dolgoktól a grafikán keresztül nyilván a zene és szövegírás, nyilván a szövegírás az elsősorban, sőt teljesen szinte ugye Lacinak a privilégiuma, a zenét az is igazából közös, de van olyan, amikor komplett dalokat hoz Laci, van, amikor Tomi, van, amikor én, tehát hogy ezek igazából ilyen teljesen forgóba levő dolgok. De azt gondolom, hogy az nagyon fontos része a dolognak, hogy tényleg minden nálunk van, és igyekszünk mindent úgy csinálni, hogy soha ne kelljen semmilyen külső erőnek megfelelni, vagy fölöttünk álló menedzsmentnek, vagy nem tudom. Stábunk a színfalak mögött beleshetett a Tankcsapda rituáléjába, hogy hogyan készülnek a színpadra. Makó! Igazán látványos és lüktető koncerttel örvendeztette meg a debreceni zenekar a makóiakat. A Városnapból készült hosszabb összefoglalónkat a Csütörtöki Társalgó című színes kulturális magazinunkban tekinthetik meg. 2022-ben 90 kisfiú és 100 kislány született Makón. A hagyományoknak megfelelően számukra is ültetett babafát az önkormányzat. Ezek jelképes átadására a Makó Városnapi rendezvénysorozat keretében került sor. Farkas Éva Erzsébet polgármester televíziónak elmondta, ezzel a gesztussal is azt szeretnék hangsúlyozni, hogy a családok támogatása rendkívül fontos a városvezetés számára. A Széchenyi térre várták a 2022-ben született gyermekeket és szüleiket vasárnap délelőtt, ahol Makó polgármestere önkormányzati képviselőkkel közösen adta át számukra jelképesen a városvezetés által korábban elültetett babafákat. A színes locsolókanna mellé egy emléklapot is átvehettek, amelyben megtalálható a babafa helye. Szerintem ez egy nagyon jó dolog,
illetve még a környezethez is ugye hozzájárulnak az új fák ültetésével, és biztosan, hogy egy családi túra keretében meg is fogjuk látogatni a fát, amit a nagyfiú kapott. Mi nagyon jó dolognak tartjuk, hogy olyan, hát igazából értékeket kapunk így a várostól, és hát egy olyan dolog, ami azért ott van a ház előtt, és megmarad évtizedekig, hogyha szeretjük és ápoljuk. Farkas Iva Erzsébet televíziónknak elmondta, a baba fák átadása mindig egy különleges alkalom, amellyel a közösséghez tartozást szeretnék erősíteni. A településhez való ragaszkodást, a település identitását szeretnénk erősíteni ezáltal a családokban is, illetve azt, hogy rendkívül fontosak számunkra a felnövekvő nemzedék. Igyekszünk minden eszközt megragadni ahhoz, ahol felhívhatjuk az egész város közösségének a figyelmét a családok fontosságára, hiszen család nélkül gyakorlatilag sem egy település, sem egy nemzet nem tud létezni hosszú távon. A polgármester hozzátette, a különböző támogatásokkal a gyerekek születésétől kezdve folyamatosan igyekeznek segíteni a szülőket, az oktatási-nevelési intézmények fejlesztésével pedig a legoptimálisabb környezetet biztosítani a kicsik fejlődéséhez. Minden évben a Városnap alkalmával emlékplakettel ismerik el azon személyek munkáját, akiknek munkájuk iránt elkötelezettsége példaértékű és inspiráló a közösség számára. A Hagymaházban tartott ünnepségen 2024-ben hárman részesültek az elismerésben. Kozák Istvánné Györe Erzsébet és Kozák István testnevelő tanárok edzők, valamint Baranyi Jenőné ápoló Farkas Iva Erzsébet polgármestertől vehette át a díjat. Kozák Istvánné Györe Erzsébet a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szerezte meg első diplomáját, majd atlétikai szakedző szakon diplomázott a Magyar Testnevelési Egyetemen, és középiskolai testnevelő tanári diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. 1982 és 1994 között a Galamb József szakiskolában, 1994-től 2019-ig 25 éven át a József Attila Gimnázium testnevelő tanára volt. A sport és a gyermekek iránti szeretete a mai napig is pályán tartja a tanárnőt, egy mozgás formára fókuszálva. 8 éve indult itt el Makon ez a szivacs kézilabda a gyerekek körébe, és úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés a Kézilabda Szövetség részéről, és csatlakoztam hozzá. A Calvin iskolába kezdtem, és valahogy ott is maradtam. Minden évben 30-35 gyerekkel indultunk a szivacs kézilabdába. Nem csak az életben, de a munkában is hűtás a férje Kozák István, aki szintén a József Attila Gimnázium tanáraként dolgozott és feladatként kapta az intézmény sportéletének irányítását és a tanulók felkészítését a diákolimpiára. Több mint negyed évszázada vesz részt edzőként a makói sport utánpótlás képzésében is. A testnevelő tanári diploma mellett futballszakedzői diplomám is van. Edzősködtem is, meg versenyeztem is elég sokáig a labdarúgásban, de 91-be beindult a 8 osztályos képzés a gimnáziumban, és akkor jöttek oda a 10 éves kisgyerekek. És akkor gondolkodtam, hogy melyik az a sportág, amelyik 8 éven keresztül végigkíséri a gyerekeket érettségig, és ahol még eredményt is lehet elérni. És akkor én úgy ítéltem az akkori felmérések alapján, hogy manuális ügyességük, kézügyességük nagyon jó, fizikálisan én azt mondom, hogy az átlag fölött voltak azok a fiúk, és akkor elkezdtem velük a kézilabdát. Ugyancsak emlékplakettet vehetett át a város vezetőtől Baranyi Jenőné, aki közel 30 éve kezdett el dolgozni a Marosmenti Idősek Otthonában. Fő feladatai közé tartozik az idős otthonlakók különböző szakvizsgálatokra kísérése, időpontkérések, illetve szakorvosi vélemények intézése. Aktívan vesz részt különböző programok, foglalkozások, ünnepek szervezésében, azok lebonyolításában. Nagyon szeretem őket, kedvesek, aranyosak, megértőek, és olyanok, mintha saját szüleim lennének, mert nekem már nincsenek, és én nagyon szeretek köztük, és úgy érzem, hogy ők is szeretnek engemet. Mit tanul az idősektől?
Mit tanulok? Hát hogy mi a hosszú élettitka? Mert ugye vannak nálunk elég idősek, 99 éves a legidősebb otthon lakunk. Az, hogy hogyan éljük az életünket, hogy mik azok a szép emlékek, amiket ők megőriznek és elmesélnek nekünk, hogy hogyan élték meg a régi időket, hogyan jutották el idáig, illetve megpróbálunk a családjuk helyett családjuk lenni, mert nem mindenki ezt tudnak állandóan látogatni, jönni, és mi vagyunk úgymond a lányaik vagy unokáik, kinek melyik. Makóváros emlékérmet az idén heten vehettek át, a velük készült interjúinkat a hét további híradóiban láthatják majd. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. 5. születésnapját ünnepli a József Attila Városi Könyvtár. Makó újjátelepítésének 325 éves jubileumát több napos rendezvénysorozattal ünnepelték meg. 190 újszülöttnek ültetett 2022-ben babafát az önkormányzat. Kedves nézőink, ne felejtjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt a május 13-ai hétfő esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!